Sziasztok! A mai órán az azonos alakú szavakkal fogunk foglalkozni. Az elmúlt alkalommal ugye megtanultuk a hangalak és a jelentésnek a fogalmát, ugye mi az a hangalak és mi az a jelentés. Minden szónak van egy hangalakja és egy jelentése. A hangalak az a hangsor vagy betűsor, amelyet észlelünk. Azaz hallunk vagy olvasunk. Jele ugye a H. A jelentés pedig az, amire gondolunk akkor, amikor a hangalakot észleljük. Ennek alapján beszéltünk az elmúlt alkalommal egy jelentési szavakról, amikor egy hangalakhoz csak egyetlen egy jelentés tartozik. Vagyis amikor a szót észleljük, egyetlen egy dolog jut róla eszünkbe. Például az asztal, könyv, torta. Akkor is csak egy dolog jut róla eszünkbe. A több jelentésű szavakról akkor beszélünk, amikor egy hangalakunk van, de ehhez több jelentés kapcsolódik, és ezen jelentések között van kapcsolat. Leginkább az, hogy az egyikről elnevezték a másikat, valamiféle hasonlóság, például kinézet vagy tartalom alapján, leginkább ugye kinézet alapján, tehát a két jelentés összefügg egymással. Ezért ezt úgy jelölöm, hogy van egy hangalakom, több jelentésem, és a jelentések között ez a nyilacska jelöli a kapcsolatot. Ilyen például ugye a zebra, hogy az állatról nyilacska, elneveztük a gyalogátkelő helyet. Tehát a jelölést azt ezért így csináljuk, hogy a jelentés egy a zebra, az állat, és ebből származik a második számú jelentése a zebra. Jó, hát itt harmadik jelentés nincs, de vannak olyan szavak, ahol akár három jelentése is lehet egy szónak. Na most a házi feladatotok a munkafüzetben a 89. oldalt. Most megállíthatjátok a videót, vegyétek elő a munkafüzeteteket, mert leellenőrizzük a házit. Na, az első feladatban meg kellett nevezni a képen látható dolgokat. Csizma, vitorlás vagy vitorláshajó és virágóra. Na most ezek a szavak ugye egyjelentésű szavak, mert egyetlen egy jelentésük van a csizmáról is, egy dolog jut eszünkbe, egy lábbeli. A vitorlás ugye egy hajótípus, tehát egy dolog jut róla eszünkbe, és a virágóra is azt jelenti, hogy egy ilyen kinti óra, ami virágokkal van ugye beültetve. A kettes feladatban már átmentünk a több jelentésű szavakra. Ugye mit ábrázolnak a képek? Fejezzük ki egyetlen szóval. Például az, hogy amit itt látunk, hát nem például, hanem az egér szó illik rá. Ő is egy egér, meg ő is egy egér. Mondatot kellett írni, természetesen ez egyéni megoldás. Fölírtam egy mondatot, például, hogy a kamrában az egér megrágta a kenyeret. Tehát ez alá a kép alá, az állategérrel kellett mondatot írni. Ez alá a kép alá pedig a számítógépes egérrel. Az egérrel kattintottam rá a videóra, vagy bármit írhattál, hogy az egérrel számítás technika órán szoktunk találkozni, vagy az egérrel irányítjuk a gépet. Miért kaphatta a számítógép tartozék az egér elnevezést? Nézzük csak meg, mert ugye hasonló az alakjuk. Ugye van egy ilyen kis farkincája, illetve olyan kis mozgékony, tehát fürge, mint az egér, és ugye hasonlít az alakjuk. Nagyon sokszor van ilyen alaki hasonlóság az elnevezéseknél, például ugye a darunál, vagy a csigánál ugye az alakja hasonló, vagy a zebránál ugye a csíkok. Tehát általában a több jelentésű szavaknál azért nevezünk el egyik dologról egy másik dolgot, ugyanazzal a hangalakkal, mert valamilyen szempontból hasonlítanak egymásra. Ugyanígy az zebra, jó, és mi alapján nevezték el a gyalogátkelőt? Természetesen hát az állatról, vagy az állat csíkjairól ez volt a megoldás. Ezeket tehát több jelentésű szavaknak hívom. Ismételjük hát még egyszer, hogy mi az a több jelentésű szó. Azt jelenti, hogy egyetlen hangalak van, például az, hogy zebra, de ennek van több jelentése. Jelent egy állatot és egy gyalogátkelőt. És a jelentések között van kapcsolat, tehát összefüggnek egymással. Ezzel ellentétben a mai óránk témája az azonos alakú szavak, amelyek nagyon-nagyon hasonlóak a több jelentésű szavakhoz. Azaz, a szóban egyetlen hangalak van, egyetlen egy, és ahhoz több jelentés kapcsolódik, csak hogy, és itt van a kutya elásva, a jelentések között nincs kapcsolat. Az, hogy a szavak hangalakja megegyezik, ez a véletlen műve, véletlenül. Ide írtuk, hogy fagy.
vagy a hasad. Például ugye a hasad esetében, ugye, hogy van a te hasad, a pocakod, és hogy valami elszakad. Hát ugye, e között nincs semmiféle kapcsolat. Aztán hoztam ilyet is. Mit látunk a képen? Mind a két képen ugyanazt látjuk, itt egy várat, itt pedig az emberek a buszmegállóba szintén várnak. Tehát vár és vár. De a kettő között semmiféle kapcsolat nincsen. Nehezen hihetjük, hogy a földesurak meg a királyok lakhelyéről lett az elnevezve, hogy az emberek ülnek a buszmegállóba és várnak a buszra. Tehát ez például ugye a vár. Azt is megfigyelhetjük, hogy itt általában van egy főnév, és van egy ige, tehát az azonos alakú szavaknál az is mutatja, hogy nincs közük egymáshoz a jelentéseknek, hogy a szófaj eltérő. Az egyik szófaj általában főnév, vár, ugye ez egy főnév, mert egy tárgy, és itt az emberek várnak, cselekednek, tehát ez ige. Tehát van egy főnév, meg egy ige, vár, magyarul nincs köztük kapcsolat. Következő ugyanez, van egy élőlény, egy főnév, és egy cselekvés. Fűz, fűz. Semmi kapcsolat nincsen közöttük. És ugye a szófajuk is eltér. Főnév, mert ugye mi, fűz, és mit csinál, fűz, ige. Következik ugye a fél. Ugye ez egy számnév, ez pedig megint egy ige, hogy mit csinál, fél. Hát a kettőnek semmi köze egymáshoz. Aztán az ég és az ég. A kék égnek, ahhoz, hogy a tűz ég, az ég egyet a világon semmi köze egymáshoz, hogy így fejezzem ki magamat, és ráadásul ugye az az ég, ugye ez főnév, ez pedig megint egy ige, hogy mit csinál a tűz, ég. Következő a dob és a dob, ugye? Tehát ugye a dob az egy tárgy, és egy cselekvés is, de a kettő között csak véletlen a megegyezés. Ugyanúgy a fog és a fog. Főnév és ige, és kettő között semmiféle kapcsolat nincsen. A csap és a csap. Jó, tehát ugye az egyik az egy tárgy, itt van a tárgy, egy főnév, a másik pedig egy cselekvés, tehát egy ige. Ebből is látszik, hogy ezek csak azonos alakú szavak. Jó, ismételjük tehát el, hogy azonos alakú szavak. És a fogalmát meg kell tanulni, hogy a szóban egyetlen hang alak van. Egyébként a képről tök jól el tudjátok mondani. Le kell csak olvasni, hogy miből mennyi van. Egy hang alak van, több jelentés kapcsolódik hozzá, de a jelentések között nincs kapcsolat. Tehát véletlenszerűen egyezik meg a hang alakja a szavaknak. Jó. A feladatok, amelyeket meg kellene oldanotok, ez a következő. Egyrészt a munkafüzet 90. oldalán a hármas feladat. Nevezd meg egyetlen szóval, mit ábrázolnak a rajzok. A. Ír mindegyik jelentéssel egy-egy mondatot. Vizsgáld meg, van-e összefüggés a két jelentés között. Tehát nyilván tudsz válaszolni, mert a PPT-ben is volt ilyen. És akkor a következő az ötös. A kiemelt szavakat helyettesítsd azonos alakú szavakkal. A tó partján egy hatalmas fa áll. Éva a tűbe cérnát húz. Tehát ezt ezzel lehet helyettesíteni, tehát, hogy a tó partján egy hatalmas milyen fa áll. Éva a tűbe cérnát mit csinál? Ugyanezzel a szóval. A kandallóban tűz mit csinál? Nyáron gyakran felhőtlen a, nem a mennybolt, hanem micsoda. A fazékban forr a leves, 8 személy jelentkezett a versenyre, az a fontos, hogy ne félj. Ezt pedig egy szóval lehet, ezt a hármat egy szóval ki lehet váltani. Ez is azonos alakú szó, ugye eltérnek a szófajok is, és teljesen véletlenszerű a megegyezés. Aztán a hatos feladat, csoportosítsd a szavakat, használjátok az értelmező kéziszótárt a megoldáshoz. Tehát melyik egyjelentésű szó? Melyik több jelentésű, és melyik azonos alakú szó. X, értelmező kézi szótár. Mit teszel? Szépen Google, beírod, hogy értelmező kézi szótár. És azt mondtam, hogy azt úgy utána, hogy meg, magyar elektronikus könyvtár, és akkor ezt fogja kiadni.
És itt rögtön lehet keresni. Ne a szövegbe keres, hanem a címszóban. És akkor mondjuk te a házi feladatban látod, hogy mondjuk a teszem azt a sejt szó, beütjük, hogy sejt, megkeressük, de címszava keresés. Egy. Mulatás tánc közben használt kurjantájba sejt soha nem halunk meg. Az igen, ez indulatszó, tehát itt van a jaj, bocsánat, nem a sejt, hanem a sejtet akartam, bocsánat. Na, azt látjátok itt, azért mondom, mi volt ez, a sejt szónak oda van írva, hogy egy és kettő, és külön hozza, hogy mit jelent a sejt egy, ige, és a sejt kettő, ami főnév. Innen tudod, hogy ez azonos alakú szó lesz, mert ezt így jelöli. Ha beütök egy...